Még mindig keresem a megfelelő szót azok kedvéért, akik csak a konklúzióra kíváncsiak, és lusták megnézni az egész videót erről a Nikkor 28-400-as obiról. A teli találat szó ellenkezőjét keresem, de nem találtam, és hogy ne legyek szívtelen azokkal szemben, akik pont egy ilyenre vágynak, ez az obi még a lelkes amatőröknek sem teli találat. Vegyük sorba a fizikai adottságokat. Hossza 14 cm, tömege 0,7 kg, filterméret 77 mm, a blende tartomány 4 és 45 között lehetséges, és 9 darab lekerekített iris lamellát tartalmaz, az objektív pedig műanyag burkolatot kapott, amire az itt található gyújtótávolság skála van feltüntetve, és a maximális leképezési arány impresszív 0,35-szörös nagy látószög állásnál. És akkor jöjjön a fekete leves, a max fényerő, különböző zoom állásokban. Még 20 és 100 mm között elfogadom a 4 és 5,6-os blende értékeket, de ami felette történik, nincs az az Isten, hogy megérjen ez 600 ezret, mert ez így harmadgyenge. És itt el is érkeztünk az árértékhez, ami ugyanúgy, mint például a vadiúj Nikon Z6 3-as 1.250.000-es ára, teljesen indokolatlan, még akkor is, ha bevezető árcédulákról van szó, és ezért most olyan 600 körül kérnek a boltban. Szóval a Tinderen mindkettőt gondolkodás nélkül balra húznám. A Sonyhoz fejlesztett kedvenc, nagylátós, telés, mindenes zoomom, a Tamron 28-200-as, sok szempontból veri rongyá a többi konkurens hasonló ilyen szuper zoomot. Ha izgatnak a részletek, nézd meg a róla készített 2020-as videómat, klikkeljetek a képernyő jobb felső sarkára. A Vadiúj 28-400-as Nikkor profi használatra abszolút nem ideális, ugyanis annyira elveszti amúgy is gyenge fényerejét, hogy témaizoláció vagy gyenge fényben való használat teljesen kizárt. Amire ilyen helyzetekben egy félprofi vagy haladó fotós támaszkodhat, az a kiváló rezgéscsillapítás és a Z-mércek magas izón mutatott rendkívül jó jel-zaj aránya. És természetesen a zaj utólag is kiválóan eldolgozható, például szoftveresen az Adobe Photoshopban. De nincs mit szépíteni, a 600 ezer forint röhelyesen magas ár, kivéve annak, akinek van ilyenre pénze, és kizárólag egy utazó obit akar, és csak automatában lövöldözés kész. Ehhez megfelel, hiszen relatíve kicsi és könnyű, és minden témára szuper, sosem kell obit cserélni. Az efféle felhasználót abszolút nem nézem le, hiszen a gyártónak egyrészt profitot kell termelni, ami nem ördögtől való, másrészt minden tiszteletem azoknak, akik a mobilos kattingatás mellett vagy helyett inkább kihozzák a maxot, és ha nem is intuitívan vagy tudatosan, hanem egy ilyen gépben bízva, automata üzemmódban fotografálnak, egy ilyen ütős kombóval, legyen az például egy Nikon Z5 és egy ilyen 28-400-as obi, és egy ilyen kombó pont egy milla körül van, már pedig a fényképezőgépnek hazudott csúcsmobilok fél milla körül kaphatók, szóval akkor inkább már ez. Összefoglalva annyit lehet mondani, hogy megszületett egy újabb Nikon Z rendszer elem, elsősorban a lelkes amatőrökre fókuszálva, mert például, ahogy a sajtóanyag is mondja, az azért elég beszédes. Szóval amikor ilyet látsz, hogy hányszoros zoom, akkor mindig kezdjél gyanakodni, hogy hová pozícionálták. Valószínű a fogalmatlan, de pénzes vevőknek. Ez olyan, mint amikor 50 meg 100 megapixelekkel flexelnek hulladék mobiloknál, vagy amikor pont a gyúplázat cicák a szilikon mellbőségükkel vadásznak férjet, szóval jó reggelt kívánok. Akinek nem ingje, ne vegye magára, szokták mondani. Ezzel a fikázásnak indult és fikázással végződő epizódnak vége, de ha megfeszülök, sem tudom ezt a cuccot jó szívvel ajánlani. 600 ezer forint 5-ször jobb objektívet tudok ennél ajánlani. Jó, nyilván kisebb zoom távolsága, de ahogy mondani szokás, a kevesebb az több. Ettől függetlenül ezzel is lehetséges szebb-nészebb fotókat készíteni, ahogy az alábbi sajtóanyag is mutatja, ezeket most nézzétek gyorsan végig. Amúgy pedig köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, Isten tartsa meg jó szokásatokat, találkozunk hamarosan, szevasztok!